Hazatérők csendje, ezt a címet választott a mai kiállító művészünk, és úgy gondolom, hogy ez a címválasztás sem véletlen. Mezei Erzsébet ugyanaz haldunai székelykevén született, és most Zentáról érkezett hozzánk, de ősei valamikor Székelyföldről a madékfalvi veszedelmet követően indultak el vándorútjukra. A képeken megjelenő vonalak huszasága engem meg annyi életútra emlékeztetnek. Sorsvonalakra, melyek szabálytalan szövevényét az ember szinte képtelen átlátni, és mégis az az érzése, hogy ezek összetartoznak. Minden vonal éppen ott és éppen úgy kapcsolódik a másikhoz, ahol és ahogyan a Jóisten elrendelte. Pontosan aképpen, ahogy a magyarnak született emberek kötődnek egymáshoz. Mindannyiunk sorsvonala közös csomópontját azonos történelmünk, közös múltunk adja. Így áll össze a magyarok szövevényes életútjaiból az a láthatatlan háló, amely átszövi az egész Kárpát-medencét. Ha közelről nézzük, csupán vonalak sűrűsége husza szövevényét látjuk, de távolabbról szemlélve kirajzolódik az egységes kép. Manyinó kiállításnak félvédnöke lehetek. Hazatérők csendje, ízlelgessük együtt a kiállítás színét. Hazatérő, hazatérés. Mindannyian hazatérők vagyunk, minden nap végén, minden életszakasz végén, minden nagy hegy, minden nagy völgy után vissza kell térnünk a gyökereinkhez. Utunkon azonban találkozunk olyan emberekkel, mint Mezei Erzsébet, aki képes érkezével és kreativitásával létrehozni számukra ezeket a nélkülözhetetlen jelzőket. Alkotásai felébresztenek bennünk ismerős, otthon illatú érzéseket, rohanó világunkban megállítanak, felidézve bennünk közös gyökereink, valódi értékét, az otthon ízét. Mi a jelentősége az ön számára annak, hogy immár a nemzet fővárosában Budapesten állít ki? Hát ez nagyon nagy meglepetés volt, és nem is vártam, de nagyon megörültem neki. És egy nagy öröm, igazán egy nagy megtiszteltetés. És azt szeretném megtudni, hogy mi az ön művészi üzenete a képei által? Mi az arts poétikája, ha lehet így fogalmazni? Hát tulajdonképpen mindenki magával hozza ezt. Én is azt hiszem, hogy az őseimtől kaptam ezt az útravalót, és valahol egy más formában jelenik meg az a bölcsesség, az a tiszta beszéd, amit az őseimtől örököltem, a szüleimtől, nagyszüleimtől, és a szülőfalumban, amit tapasztaltam. És a szóba kerültek az ősei, ők honnan származnak? Bukovinai székelyek vagyunk, az őseim onnan vándoroltak és költöztek, települtek az Alduna vidékére 1883-ban, és három falu van az Alduna vidékén, Székelykeve, ahol én születtem, Hertelendi falva és Sándor egyháza, ahol bukovinai székelyek élnek, és körülvéve szerb falvakkal. Igazából ez a kiállítás a 90-es években készült alkotásokból és a legújabb alkotásokból áll. Tehát ez egy ilyen, a köztes időszakot kihagytam azért, hogy talán ez az ellentét ad egy lüktetést ennek a kiállításnak, ahogy mondtam is, és ahogy írtam az életrajzomban is. Tehát az egy olyan lelkületű világ volt, amikor egész más volt, másak voltak a mindennapjaink. Most pedig
Most pedig ugyancsak más, de mi is változunk ugyanakkor, nem csak a körülöttünk lévő világ, hanem mi is változunk az idők folyamán. Látható sorozatképeket érdemes egymás után végignézni, és akkor felterül a látogató és a néző előtt az a szimbólum és jelrendszer, amiről Erzsébet is beszél. A kardok, a keresztek, a sötét ég, a teljes komorság, vagy a létrának az a szimbóluma, amiben nem tudjuk, hogy a szakadékból ki vagy levezet az a létra, és ez a létra szimból többszörösen előfordul. Ugyanígy a Madonna sorozatnál, a gyászoló sorozatnál, ahol már kivilágosodik a háttere, itt ezen a falon láthatók ezek a képei, olyanok a Madonnáknak a megjelenése, mint az asszonyonak megjelenése Jézus sírjánál. Nagyon tömören, nagyon összefogottan, jelzésszerűen úgy alkot, hogy olvashatóvá válik mindaz, amiről beszél a képein. És ami nagyon-nagyon fontos, hogy ki tudta magából írni mindazt a dolgot, ami történt, ami a 10 év alatt történt a Vajdaságban.